Az ember minden egyes aggodalmával annak a hitének ad hangot, hogy Isten nem létezik. Hogy a gondviselő, teremtő Isten nem létezik. Ha az ember fél, akkor nem egész. Az ember rész, de egészségre hivatott. Azt mondja Jézus, hogy az üdvösség, avagy a teljesség, a tökéletesség embernek lehetetlen, Istennek viszont minden lehetséges. Az ember a fél állapotában, a félelemben van benne, amikor Istentől el van szakadva, fél, aggódik, kijelenti azt, hogy ő nem ismeri a mindenható atyát, mindenható Istenét, az ő gondviselőit, az ő édesatyját. Az ember nem azzal mondja, hogy fél, mert a büszkesége nem engedi, hogy kijelentse magáról, hogy ő nem egész, hanem fél. Hanem úgy mondja az ember, hogy ő fél, hogy ő nem egész, hogy aggódik, nyugtalan. A nyugtalansága jelzi azt, hogy ő távolodik az élet útjáról, az ő gondviselő édesatyától, aki folyton beszél hozzá, beszélne hozzá, aki nem tud nem beszélni hozzá. Istent nem kell szóra bírni. Isten szól, nem tud nem szólni. A kérdés az, hogy az ember munkára tudja bírni az ő füleit a hallásra, az ő szemeit a látásra, a tökéletesség látására, Isten szava hallására. Istent nem kell szóra bírni, ő nem tud nem szólni, ő folyton szól, folyton beszél. Aki nem hallja Istent, nem azt jelenti, hogy Isten ahhoz az emberhez nem beszél, hanem azt jelenti, hogy el van romolva az ő hallása, az ő látása. Vagy meg van élénkülve az ő hallása, és meg van élénkülve az ő látása, de nem a lényeges, hanem a lényegtelen dolgokra, nem az örökkévaló, hanem a hiába való dolgokra. A hiába valóság látása, a hiába valóság hallása rontja meg az ember lényegi látását, lényegi hallását, avagy az ő teremtő Istenének, a gondviselőinek a hallását és látását. És aggódni kezd közvetett módon az aggodalmán keresztül. Kifejezése juttatja az ő istentelenségét. Kijelenti magáról azt, hogy ő már nem hallja Istent, nem látja őt, nincs neki gondviselője, ezért fél. Aggódik, hogy sikerül majd a terv, az élet számára, vagy sem. A terv, ami nem emberi, isteni terv, nincs, ahogy
ne sikerüljön, mert az eleve elrendeltetett. Aki részese annak a tervnek, benne van, élvezi a terv gondviselését, nem tud aggódni. Idegen dolog számára az aggodalom, az az állapot, az az alom, amelyben a teljesség hiánya és az abból származó félelem uralkodik. Isten szeret ő, Isten. Dicsőség. Es. Isten dicső. Nem dicsénséges. Dicsőséges. Ami azt jelenti, hogy az ő ősége, az ő tökéletes ősége maga fele vonz engemet. Teljességre hív engemet, kivesz engemet az aggodalomból, és betesz engemet, áthelyez a nyugalomba. Az alom, ugye ez az otthon, az ádnak a otthona, a kis meleg otthona az alom. A mindenható Isten, a gond visel ő, kiemeli az embert az aggódó, az aggódás almából, az aggod alomból, és magához vonza őt, magához vonja őt a nyug alomba, a megnyugvás otthonába, a békesség helyére. Ez itt mondja Jézus, hogy én felmegyek az atyához, be a tökéletességbe belépek, levetem a testet, a dicső testemmel, ugye, meg dicsőülök, ővel együtt vagyok, egy vagyok, és mindeneket magamhoz vonzok, mindeneket magamhoz vonzok. Az aggódó alomból, az aggódás almából, a megnyugvás almába, a békesség alomjába. És az mondatik, hogy békességet adok néktek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja. Mert ahogy a világ adta a békességet mostanik, az folyton az aggódás alomjában, az aggódás almában, ha lehet így fogalmazni, tartotta az embert, az a békesség, amit a világ kínált és kínál folyamatosan, az aggódás, a félség, a félelem alomjában, almában tartja az embert. Ezért Jézus azt mondja, hogy a békességet, a megnyugvás alomját nem úgy adom, hogy a világ adja, hanem abban igazi nyugod alom van. Békesség. A békesség alma, a nyugalom az a hely, ahova vonz és hív mindenkit, aki mer kérdezni, mer keresni, és elmer indulni.